Szakmai partnerünk a Rossmann. A receptíze támogatja a Master Nails. A műsor támogatója a Gyermei. Minden jó, ha gyermek. Támogatónk a Snezska Nature és Satinova színes beltéri falfestékek forgalmazója, a Snezska Hán. A receptíze támogatja a Duna Wellness Hotel. A műsor támogatója a Volkswagen Golf Sportsman. A receptíze támogatja a Gastrojár. A műsort a PIK támogatja. A konyhájának gépek a LG biztosította. A receptíze támogatja a Broil King grillet. A receptíze támogatja a Petőpanzió. Ruhák Nóra Sarmen. A receptíze támogatja a régió játék. A műsor támogatója a vízöntők termékcsalád. A receptíze támogatja a Gallico. A receptíze támogatja a Top Clean. Először az édeskömményes narancsos csátnit fogom elkészíteni, ami szintén nagyon különleges, kell hozzá friss édeskömény, narancs, sok-sok fűszer, édeskömény mag, mustár mag, egy kis nátszukor, ecet és egy pici víz. Először a fűszeres, ecetes, cukros alapot fogom elkészíteni, ehhez egy kevés vizet forralok a cukorral és a fűszerekkel. Nátszukrot szeretek ehhez is használni. És akkor a két meghatározó fűszer, amitől tényleg nagyon pikáns és izgalmas lesz majd ez a, hát csátninak nevezném tulajdonképpen, egy nagyon jó kis kiegészítő, amit főleg sós ételekhez, sajtokhoz, sonkához, füstölt lazachoz lehet például tálalni. Szóval a kettő meghatározó fűszer az egyrészt az édeskömény mag lesz, ami ugye visszaköszön tulajdonképpen még az édesköménytől, a friss édesköménytől is, ugye ez ugyanennek a zöldségnek tulajdonképpen a magja, ebből jöhet körülbelül 2 teáskanál. Ezt tudom, hogy soknak tűnik, de ez tényleg egy ilyen fűszeres, nagyon karakteres ízű csátni lesz. És a másik, ami szintén nagyon fontos, amitől pedig egy kicsit pikáns és csípős lesz, az pedig a mustármag. Abból is jöhet körülbelül 2 teáskanál. És ugye ezeknek a csátniknak szerintem pont az a lényege, hogy nagyon jó egyensúlyban legyen mindig ugye a csípős, a savanyú, a sós, az édes. Úgyhogy a legtöbb esetben ugye szoktunk hozzá használni valamilyen ecetet. Én almaecetet ajánlok önöknek, mert az egy picikét lágyabb, mint ezek a teljesen sima, hagyományos ecetek. Ebből is jöhet körülbelül egy fél deci. És akkor gyakorlatilag ezt a szirupos, fűszeres alapot kell felforralni, és amikor forr, akkor jöhetnek majd bele az egyéb alapanyagok, először az édeskömény. Ugye édeskömény azért dolgoztunk már itt elég gyakran szerintem az ízes életben, nekem az egyik kedvenc zöldségem, szerencsére lehet is kapni elég sok helyen. És ehhez a csátnihoz azt fogom csinálni, hogy ilyen kis kockákra fogom majd felszeletelni, és úgy képzeljék el, hogy ebben a fűszeres szirupban egy picikét olyan dzsemszerűre fog majd főni, kicsit kandírozzuk, picit átetszővé válik, és nagyon-nagyon jó szerintem ebben az édes, csípős, savanykás változatban. Úgyhogy ezt felkockázom. Nyugodtan lehet erős lángon főzni, ugye azt szeretnénk, hogy a végén majd így kicsit szirúposan bevonja egy picikét, ilyen lekvárszerű, dzsemszerű legyen majd az állaga az édeskömének. Persze ez attól függ, hogy mennyi ideig főzzük, tehát nyilván, hogyha hosszabb ideig, akkor sokkal ugye sűrűbb, ilyen lekvárszerű lesz, ha pedig kevesebb ideig, tehát mondjuk egy olyan 15-20 percig, akkor is nagyon finom, akkor egy kicsit ressebb lesz például az édeskömény is. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor még egy alapanyag jön majd ehhez a csátnihoz tulajdonképpen, ami nem más, mint a narancs. A narancs és az édeskömény, ugye ezt véletlen jól passzol egymással, klasszikus páros, úgyhogy tényleg gyakran mindenféle ízhez be lehet vetni. 2 narancsot fogok használni, aminek az egy részét
a héját, azt majd csak a főzési fázis legvégén fogom hozzáadni. A narancs héjat egyelőre félreteszem, viszont már az édes köményhez jöhet majd maga a narancs hús, amit ráadásul nyugodtan lehet úgy beletenni, hogy gerezdekben, tehát kifejezetten jó, hogyha egy kis pár narancs darabka is belekerül majd a végén is. Ehhez a narancsot kifilézem, ilyet is csináltunk már itt, úgyhogy mutatom rögtön, egyáltalán nem ördöngőség, egy éleskés az egyetlen titka szerintem. A narancs két végét levágjuk, és szépen a narancs domború felületénél haladva, szorosan hozzányomva a kést, levágjuk, úgyhogy tényleg csak ez a húsa maradjon, tehát a fehér hártyájából nem maradjon rajta. Ugye, hogyha hagyományosan simán narancsot filéznénk, akkor most azt tennénk, hogy szépen itt a hártyák között kivágnánk a cikkelyeket, akkor ugye nem maradna rajta egyáltalán a fehér kicsit kesernyés hártyából, de itt most nem kell ennyire precízen filézni, hanem bőven elég, hogyha nagyobb darabokba vágjuk, és egy picike maradhat belőle nyugodtan a fehér hártyából. Ennek, ennél a csátninál az lesz a szerepe, hogy egy picikét összetartja a narancs darabokat, hiszen itt kifejezetten jó, hogyha lesznek benne darabkák. Úgyhogy nyugodtan ezeket fel lehet vágni. És akkor ez is mehet az édesköményhez. Ja, még itt egy darabka. Na, megszárad a legjobb? És jöhet hozzá még egy második narancs is ugyanígy. Vagyunk, akkor ezzel gyakorlatilag nincs más teendünk, mint hogy körülbelül olyan 20-25 percen keresztül közepes hőfokon ezt itt főzzük. Néha persze érdemes azért elnézni, akkor jó, hogyha már egy kicsit besűrűsödött és egy olyan hígabb lekvár dzsem-szerű állaga lesz. Ugye ezen is látják, hogy az édeskömény egy picit szinte már-már olyan, mint hogyha kandíroztuk volna, ugye, ahogy ebben a jó kis ecetes, barna cukros, fűszeres szirupban szépen megpukult, egy gyönyörű áttetszővé vált. Na most jöhet hozzá a leges legvégén a reszelt narancshéj frissen. Illetve, hogyha valaki azt szeretné, hogy maga a csátni is még egy picit dekoratívabb és mutatósabb legyen, akkor kicsit lehet csalni azzal, hogy ezt az egyébként picit olyan sápadt színű csátnit egy kicsi őrölt kurkumával lehet élénkebb sárgává tenni. Ebből egy picike tényleg ez már igazából tényleg csak a látvány kedvéért megy hozzá. Ezzel is elkeverjük. Gyakorlatilag ez is elkészült. A receptíze támogatja a Duna Wellness Hotel.